Két jászkíséri férfi, egyikük volt feleségével beszélt meg találkozót szeptember 22-én délutára Mikepércsen. Előbb az asszony jelent meg, majd egy autóval a két férfi. A volt fér kiszállt, szó nélkül megragadta és berángatta a járműben őt. Telefonját és 290 000 forintját elvette. Ezt követően a nőt a volt fér jászkíséri lakásába vitték, ahol bezárva tartották. Ez alatt az idő alatt az asszonyt a volt fér többször bántalmazta, és megpróbált vele szexuális kapcsolatot létesíteni. Szeptember 24-én hajnalban azonban a nőnek sikerült megszöknie. A rendőrök előállították a két férfit a jászapáti rendőrőrsre, és gyanúsítottként hallgatták ki őket személyi szabadság megsértése büntet miatt. A volt férnek további bűncselekményeket is a terhére róttak, így kifosztás, szexuális erőszak kísérlete, súlyos testi sértés büntettek kísérlete miatt is felelnie kell. A nyomozók a férfit őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.